Elszenvedte első vereségét a Liga Kupában, a mezőköves DKC felnőtt csapata. Kézilabdázóink golzáporos mérkőzésen maradtak alul az orosháza vendégeként. Jól kezdődött a január 24 i lejátszott összecsapás, az MKC egészen a játékrész derekáig vezetett. A hazaiak ekkor egy 3 0 sorozattal megfordították az eredményt, és az előnyt egészen a szünetig meg is őrizték. A második játékrészben részben főként Milás és Komporái vezérletével 6-7 gólos forrat egyszert a vihar sarkigárda. Az MKC a hajrához közeledve ugyan 4 góra felzárkózott, de Budai Dániel csapata a záróperiódusban visszaállította a 7 gólos különbséget. A végeredmény Orosházi FKS-el már mezőkövesdi KC 35-28. Kézilabdázóink továbbra is holt versenyben 9-9 ponttal állnak a váccal, az Orosháza 6, a Cegléd 4, a Pler Budapest pedig pont nélkül áll. Csapatunk legközelebb, január 27-én, pénteken 18 órától az Orosházát látja vendégül a Városi Sportcsarnokban.